A cikk szerint az Alba Volán felbontja a szerződését Székesfehérváron, és szeptember 1-től leáll a buszközlekedés a városban. Mint a Volánnál mondják, valóban született egy határozat keddi közgyűlésükön a Volán társaságok tulajdonosi jogát gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kérésére, miszerint június 1-i hatállyal mondják fel az önkormányzattal kötött szerződésüket, amennyiben a város nem fizeti ki tartozását. Jelenleg azonban a tárgyalások még tartanak, a cég és az önkormányzat közt az Alba Volán vezérigazgatója bizakodó. Én nagyon bízom benne, hogy ez alatt az időszak alatt megoldás lesz, szó sincsen arról, hogy szeptember 1-től Székesfehérváron ne lenne helyi közlekedés. A céget a Nemzeti Vagyonkezelő súlyos szerződésszegésre hivatkozva szólította fel a szerződése felbontására, amennyiben Fehérvár nem fizeti ki a Volán felé fennálló tartozását. Székesfehérvár önkormányzata azonban úgy gondolja, ennek a költségtérítésnek a megfizetése az állam és nem az önkormányzat feladata. Megkeresésünkre az önkormányzat egy közleményben válaszolt. Ebben azt írták, értetlenül állnak a megjelent hírek előtt, álláspontjuk szerint a városnak nincs tartozása az Alba Volán ZRT felé, sőt, nemrégiben a közgyűlés megszavazta a cég által kért járatritkítást és tarifaemelést is. A közlemény szerint az önkormányzat által megrendelt szolgáltatások ellenértékét a város mindenkor kifizette. Ez 2011-ben 180 millió forintot, 2012 márciusáig pedig összesen 179 millió forintot jelentett. A város idén már átutalt 110 millió forintot a szolgáltatás biztosítására, a további 69 millió forintot pedig a tavalyi veszteségek fedezetére biztosította az önkormányzat az Alba Volán ZRT-nek. Egyeztetéseket legutóbb március végén kezdeményezett Fehérvár a Nemzeti Vagyonkezelővel, remélhetőleg ezek hamarosan ténylegesen elkezdődhetnek.